Minden év november 14-én az inzulin feltalálójának, Frederick Banting kanadai orvosnak a születésnapján rendezik meg a diabétesz világnapját. A cukorbetegség világviszonylatban is az egyik legtöbb embert érintő betegség. Jelenleg 415 millióan élnek vele, ebből 199 millió nő. Utóbbi szám 2040-re előreláthatóan 303 millióra fog növekedni. A nőknél a várandósok a legveszélyeztetettebbek. Nálunk 7-ből 1-nél alakul ki terhességi diabétesz. Közülük pedig mintegy fele szenved később 2-es típusú cukorbetegségben. A cukorbetegek világnapjára szervezett kampánynak a középpontjába idén éppen ezért a nők álltak. A nők és a cukorbetegség. Egy egészséges jövőért elnevezésű figyelemfelhívás célja az volt, hogy a diabétesszel élő nőket arra biztassa, kerüljenek mindennapi prioritási listájuk elejére az állapotukkal kapcsolatos teendők, a többi alapvető feladat mellé. A nők megszólítása és edukációja azért is fontos, mert gyakran az egész család étrendjét ők állítják össze. Így kiemelt szerepük van a diabétesszel kapcsolatos ismeretek elsajátításában és átadásában. Ezáltal pedig tágabb értelemben egy egészségesebb jövő kialakításában. Ez egy nagyon súlyos kor, mert nincs tünete, nem veszük észre, hogy cukorbetegek vagyunk, ezért fontos az, ezt egyesületünk is forszírozza, hogy minél többen mérjék a vércukrukat, figyeljenek oda a mozgásra, figyeljenek oda a diétára, és akkor tulajdonképpen ez akkor megelőzhető, ez a súlyos kor. A diabétesz világnapján Nyíregyházán és a megyében is számos figyelemfelhívó rendezvényt és szűrést tartottak. Ez azért is fontos, mert Magyarországon az elmúlt években megduplázódott a cukorbetegek száma. A statisztikák szerint Magyarországon 750 ezer diabéteszes beteget tartanak számon, és közel ugyanennyien vannak, akik nem tudják, hogy cukorbetegek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több mint 42 ezer a diabéteszesek száma. Most már könnyebb lesz, mint ahogy főorvos úr is mondta, jön a e-recept, meg a újság tulajdonképpen, és így most már kiszűrhetőek lesznek azok, akik kiváltják a cukorbeteg gyógyszereket, de még ez sem egy irányszám, mert minden regisztrált cukorbetegre jut egy olyan, aki még nem tudja, hogy cukorbeteg. Nagyon sokan úgy tudják meg csak, hogy cukorbetegek, hogy bizonyos szövődményeket fedeznek fel náluk, és kiderül, hogy már cukorbetegek. A cukorbetegség elsőre ijesztőnek tűnik ugyan, de könnyebb vele együtt élni, mint azt sokan gondolnák. Az érintetteknek csupán a diabétesz és a vércukorszint kontrollt az elsődleges teendők közé kell sorolniuk. Ezzel biztosítják az egészséges táplálkozást és kiegyensúlyozott életmódot. Mindenben az alacsony kalóriatartalmú édesítőszereknek lehet nagy szerepe, mivel az alacsony kalóriatartalmú édesítőszerrel ízesített ételek és italok kevesebb vagy nulla kalória bevételével nyújtják az édes íz élményét, miközben segítik a beteget a szénhidrát és általában a napi kalóriabevitelük kordában tartásában.